Ezt a tányéron nem vágunk. A főzőcsapatok már 8 óra előtt aktívak voltak a népkertben. Mindenki időben elfoglalta táborát, sőt, sokan alaposan fel is díszítették azokat. Érmek, trófák, művészeti alkotások tették egyedibbé a csapatok bázisát. Horváth Richárd a megnyitón azt mondta, hagyomány a városban, hogy május 1-én a 60-iak összegyűlnek és közös főzést tartanak. A mai nap az azt gondolom izgalmas lesz, hiszen hogyha a saját étrendemet végig gondolom, akkor alapvetően egy férfi ember hús szeret hússal, közt egy kis húst, és nagyon más nem vesz be a gyomrunk, de ennek elére itt ma nagyon sok finom, érdekes különlegesség fog elkészülni, és nagyon remélem, hogy a finom ízeket mindenki meg tudja majd kóstolni a nap folyamán. 4 kategóriában lehetett nevezni, ami sokféle lehetőséget adott a csapatoknak, így több mint 50 féle ételel vettek részt a megmérettetésen. Az újszerű technikai sportok egyesülete évről évre kiválóan teljesít ezen a versenyen. Az idei versenyen kicsit visszatérünk az elmúlt években kimaradt kemencés dolgokhoz, úgyhogy most elsősorban kemencés ételek készülnek. Kemencében csinálunk fonott kalácsot, lekváros buktát, ami a különlegesebb talán a lazac, lesz egy ilyen tésztabundába, fokhagymával, kaporral, és még egy-két apróságot. Ők taroltak is. Reszelt csirkemájuk és kelt tésztájuk is első helyet ért. Nyert még a Gáspár András Bajtársi Egyesület füstölt sonkás csirkemállá zöldspárgával, valamint a Főzünk is hízunk csapat prémium paprikás krumplija. Kerekes Sándor mesterszakács szerint 60-ban nagyon kreatívan állnak ehhez a versenyhez. Nekem mindig a legérdekesebb az, hogyha valaki vállalkozó szellemmel valami különlegesebb alapanyagot használ. Nagyon örültem neki, hogy megjelent a velő, a máj, tüdő, szív, zuza, tehát egy csomó minden ilyen belsőségből készült étel volt. És ugye maga az, hogy itt a pusztában azért olyan technológiákat használnak, ami számomra is megdöbbentő. A majálishoz szorosan hozzákapcsolódik a wurstli. Mini hullámvasút, ringlispil, cillövölde, vattacukor, mind elmarhatatlan kellékei ennek az ünnepnek, így ezek is helyt kaptak a népkertben. A színpadon folyamatos volt a mozgás, több civil szervezet is megmutatta tehetségét. Ám a buliról is szólt ez a nap. Elsőként a Ladány Bene 27 zenekar adott koncertet. A srácok szerint nem lehet megunni azt a szeretetet, amit a közönségtől kapnak, így több mint 30 év után is lelkesen lépnek a színpadra. És pipálta kapcsa, csak a régi szó, és élvezem. Amit most talán tapasztalt a néző, az egy kicsit újabb felállás, egy-két poszton, egy-két cserék. Mi is ugyanolyan házas életet élünk, szinte azt lehet mondani, átvitt értelemben egymással, úgyhogy ez már egy hosszú házasság, itt már azért vannak tetőpontok, vannak nehezebb megoldható helyzetek, de most éppen egy idén után vagyunk, és úgy mentünk rá most a turnéra, hogy ide nekem az oroszlánt, úgyhogy ez most egy ilyen típusú buli volt részünkről. Dolly egy új formációt hozott most el. A Dolly Plus zenekar egy kizárólag élő zenét játszó együttest, aminek minden tagját maga Dolly választotta ki. Én úgy gondoltam, hogy eljött az az idő 2 évvel ezelőtt, amikor egy új formációval léphetek elő, és olyan dolgokat csinálhatok, amit már régóta szerettem volna. Többek között élő bulikat, nagy élő bulikat, és az volt a szándékom, hogy az életérzést, azt ami 83-80-as évek életérzése, amikor show volt a színpadon, tehát ezt szerettem volna visszahozni valamilyen szinten. Az új daloknál is a vidámság a legfőbb szempont. Dolly nagy hangsúlyt fektet a megjelenésre és a színpadképre is. Sok táncos színesíti a fellépést, a koncert alatt pedig ruhát és egyenruhát is váltottak a tagok. Mert Dolly szerint ez egy show, annak pedig mindig pörögnie kell.